when we met, you weren't quite clear to me. What you had in store was there for only me. Surely you know you took me by surprise. When I turned and looked, I saw that message in your eyes. Ez a projekt, ez az Európai Unió Intelligent Energy Europe programja által támogatott projekt, GoPedelec néven. A legfőbb célközönség a lakosság, hogy megismerjék ezt az alternatív közlekedési eszközt. A másik célközönség a kereskedők, hogyha a lakosság szeretne venni, akkor legyen, akitől tud venni ilyet. A harmadik célközönség pedig a döntéshozók, hiszen ők azok, akik felelősek azért, hogy a háttér infrastruktúrát ezeknek a kerékpároknak biztosítsák. Így gondolok én a megfelelő tárolási lehetőségre, esetleg töltőpontokra, kölcsönzési rendszer kialakítására, illetve a legfontosabbra kerékpárutakra. A kerékpáros munkába járás népszerűsítő akcióba is részt vettünk mi, mint minisztérium, és büszke vagyok rá, hogy a minisztériumot 12 csapat képviselte ebbe az országos akcióba, és mi voltunk az egyetlen olyan tárca, aki az autóparkolókat háttérbe szorítottuk, és kerékpártárolókat építettünk ki helyettük. Amikor a nagyvárosok a behajtási övezeteknek a díjszabásához igazítják majd a fizetendő költségeket, akkor az autósok is meggondolják, hogy mennyiszer használják a belső területet. Ez vagy a közösségi közlekedés irányába viszi át őket, vagy ha ez még olcsóbb, akkor ennek a kerékpárnak, ennek a pedeleknek a lehetősége nyílik jobban meg. Ezek minőségi kerékpárok, tehát ezek tényleg éveken keresztül használhatóak. A másik lényeges dolog az az, hogy ezeknél a kerékpároknál nem lehet önállóan úgymond robogóként használni az elektromos hajtást, hanem igenis tekerni kell amellé, hogy az elektromos rendszer is rásegít nekünk, tehát ezáltal az egészség megőrzést is szolgálja. Ezektől a bringáktól nem áll messze az, hogy valaki tényleg egy cégvezető öltönybe bemenjen az irodájába, és mondjuk a többi céges felső kategóriás autó mellé egy ilyen bringát berakjon. Tök jó érzés volt, hogy így vitt előre, anélkül, hogy én jobban hajtottam volna. Fú, remek volt, élmény, ahogy gyorsulnak ezek a gépek. Használná ilyen? Megmondom őszintén, eddig mindig azt mondtam, hogy nem, de most megváltozott egy kicsit a véleményemről, használnék, igen. Nekem nagyon szimpatikus volt. De azzal a kiskerekű fehérrel mentem, de még így is nagyon jó gyorsul, csak el az ember. Nekem az volt a szimpatikus, hogy én szabályozom a motornak a bekapcsolását. Next time.